Rendőrségi helyszínen és képei egy nagydorogi lakásbetörésről. Egy pusztahencsei férfi tavaly augusztusban számos lakásba garázsba tört be és vitt mindent, ami mozdítható volt. Például fúrógépet, halnyírót, ruhát. Olyan is előfordult, hogy az alvó tulajdonos mellől emelt el pénztárcát vagy mobiltelefont. Az egyik alkalommal az egyik lakó megzavarta az elkövetőt, aki elmenekült, ám később a rendőrök elfogták és letartóztatták. A besurranás lakásbetörés elkerülése érdekében érdemes mindig ellenőrizni, hogy az ajtók, ablakok be vannak-e zárva, akkor is, ha otthon tartózkodunk. A kamera és a riasztó felszerelése ajánlott a hatóság szerint. Odafigyelést, ellenőrzést sugall a rendezett környezet is. Továbbá a külső világítás zavarja az elkövetőt, ezért javasolják mozgásérzékelős fényforrás felszerelését és okos eszközök beszerzését, amivel távolról is tudjuk vezérelni a lámpákat. Ha a postaládánkat is ürítik a rokonok, akkor úgy tűnhet, mintha otthon lennének a nyaralók, mondja a rendőrség szóvívője. Távol léte idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy az ingatlan elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető. Idegenekkel ne közölje távol léte időtartamát, csak megbízható személynek, rokonnak, szomszédnak hagyja meg elérhetőségeit, lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelébe, található biztos rejtek helyre, például láttörlő villanyóra szekrény. A strandon szórakozó helyen gyakoriak a zsebtolvajok, ezért az értékeinket ne a fal zsebbe rakjuk, a táskánkat érdemes magunk előtt tartani, és mindig ellenőrizni, milyen italt raknak elénk. Ne fogadjanak el bontott italt idegenektől, lehetőleg csak palackozott, előttük felbontott italokat fogyasztanak. Ne tegyék le poharaikat, ne hagyják őrizetlenül, amíg meg nem itták azok tartalmát. A Prestat statisztikái szerint míg 2020-ban csupán 11 ezer ilyen bűnesetet regisztráltak, addig 2016-ban még 23 ezernél is több betörés történt Magyarországon. A javuló statisztikában a járvány is közrejátszhatott.